The phone rang at midnight. Éjfőkor megszólalt a telefon. Indulás. Mi voltunk az első egység, akit Afganisztánba küldtek. Egy C-17-es repülőgépbe szálltunk, és késő éjszaka Kandahárba, Afganisztánba érkeztünk. Majd megfagytunk, nem tudtuk, mire számíthatunk. A harcmezőre vezényeltek minket, hogy tegyünk valami nagyszerűt, és védjük meg a hazánkat. Mike González őrmester büszkén viselte az egyenruhát. Éveken át edzett, felkészülve a háborús helyzetre. A szolgálat áldozattal járt. Rettenetes volt elválasztva lenni a feleségemtől és gyermekeimtől. Az Afganisztánban töltött 6 hónap után Mike hazatért feleségéhez és gyermekeihez. Tudta, hogy a katona élet sok stressznek teszi ki a legtöbb kapcsolatot, szóval mikor hazament, oda tette magát. Mindig izgalmas volt, mintha újra kezdenénk mindent, mintha újra ismerkedni kezdenénk. És nagyon jó apa volt, ezt csodáltam benne leginkább. Éveken keresztül újra és újra besorozták Irakba. Ellenséges területen lenni éjszaka, semmi sem írhatja le azt a horrort és annak az érzését, hogy megölhetnek. Nagyon aggódtam, nem csak magam miatt, hanem a csapataim és családjaik miatt is. Mindig is féltem a haláltól. És ez a rettegés lassan elvette az életemet. A szolgálataiért Mike 16 érmet kapott, beleértve a bronz csillagot is, 100 sikeres bevetésért ellenséges területen. De a harmadik besorozására Mike-on megjelentek a poszttraumás stressz első tünetei. A sereg figyelmeztetése ellenére Mike droggal és alkohollal folytotta le a szorongást. Jól álcáztam, nem tudtak róla. Szerintem a szellemem halott volt, és a lelkem éhezett valamire, és ezt csak alkohollal tudtam csillapítani. Mással nem. Otthon álmaiban Mike még Irakban volt. A rémálmaimban mindig az ellenség üldözött. Különböző forgatókönyvek, sivatagban, városokban, hegyekben. Százak üldöztek engem, és rohantam, amilyen gyorsan csak tudtam. És az álmaim olyan valóságosak voltak. Elkezdtem hallani és látni dolgokat. Elkezdtem benézni a ház minden ágya alá. Olyan paranoiássá váltam, hogy az élve felemésztett engem. A feleségem azt mondta, ez nem az én férjem. Azt hittem, ez idővel javulni fog. Mike betegsége és függőségei gyakori heves veszekedésbe torkolt Inez-zel. Folyton veszekedtünk az anyagiak, az alkohol, a gyerekeink miatt. Annak ellenére, hogy felállították a diagnózist és elkezdték kezelni, Mike leépült. Egy másik nővel kezdett viszonyt, aztán elhagyta a feleségét és a családját. Néha barátainál aludt, néha a kocsijában vagy egy olcsó hotelben. Teljesen reményvesztett voltam. Milyen otthonunk lesz a gyerekeimmel apa nélkül? Milyen életünk lesz így? 3 év káosz után Inez benyújtotta a vállópert. De ugyanakkor elkezdett járni gyülekezetbe. Istenhez kiáltott, hogy mentse meg Mike-ot és a családját. Emlékszem, azt mondtam, hát nem ezt akarod? Nem ezért teremtetted a férfit és a nőt, hogy legyenek egy család veled a középpontban? 2 nappal később Inez egy sürgető üzenetet kapott Mike-tól, hogy beszélni szeretne vele. Mike elmesélt neki egy találkozást, ami nem egy álom volt. Valami mozgott, és csiklandozta lábamat. 3-szor is felébresztett. Gyorsan felemeltem a takarót, és magam előtt láttam egy ijesztő démoni lényt. Kiugrottam az ágyból heves szívveréssel. Tudtam, hogy ez most egy szellemi harc, hogy a poszttraumás stressz problémám már nem csak mentális és testi, hanem szellemi is. Mike könyörgött Ineznek, hogy hazamehessen. Inez szerint Mike más emberként tért haza. Nem ivott, helyette inkább Bibliát olvasott. Inezzel gyülekezetbe is eljárt. Egyik vasárnap Mike hallott egy tanítást a kegyelemről. Erre volt szükségem. Van egy ember, akinek a neve Jézus Krisztus, aki képes volt az életét adni értem. Ez volt az ő küldetése. Hogy békét és örömöt adjon nekem. Ekkor felemeltem a kezeimet. Megadtam magam. Átadtam neki az életemet. Az én megváltómnak és gyógyítómnak. Ő hozott vissza az életbe. A teher lement a vállamról. Megkönnyebbültem.
Mike őszinte megbánása és Inez megbocsájtása helyreállította a házasságukat. Közelebb vagyunk most, és szerelmesebbek, mint valaha voltunk. Megbocsájtott, velem maradt. Sosem hagyta abba az imát, értem. Ez az igazi szeretet. Meggyógyult a depresszió, aggódás és paranoia intenzív érzéséből, amelyek a poszttraumás stressz tünetei voltak. Most már tudom, ki vagyok. A mindenható Isten gyermeke. A problémáimat már nem egyedül kell megharcolnom. A világ megváltója velem van. 2014-ben Mike González főtörzszászlósként nyugdíjba vonult. Főiskolára ment és 2018-ban diplomázott. Jelenleg Texasban egy alapítvány vezetőjeként veteránokat és katonákat támogat, hogy a hit segítségével is fel tudják venni a harcot a poszttraumás stressz szindrómával szemben. Ma mosolyjal az arcomon járok. Helyreállt az örömöm és a békém. Jézus Krisztus megváltoztatta az életemet. Ő feltétel nélküli szeretetet tud adni, ami helyre tudja állítani a házasságokat, bármilyen szorongást, depressziót, minden poszttraumás stressz szindrómát. Emögött Isten ereje van.